vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha ellenmondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. Sportosak! Taxit szeretne rendelni? Ne tétovázzon! Hívjon engem! Igen, jó hallotta, engem! A Taxify támogatásának köszönhetően kellemes utunkat akár egy sportos beszélgetéssel is feldobhatjuk. Utazzon velem a sport és a fair play szellemében. Hívjon! 70 94 80 98 1. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Balajca Szabolcs, az Újpest egykori kapusa. Rosszul mondtam, vagy azt kellettem mondom, hogy a Siófok egykori kapusa? Hát az Újpest is, meg a Siófok is. Egykori kapusa. Jó estét kívánok! Tehát ugye ez a sok év, amit leúszta Újpesten, de mindenkinek csak újpesti maradtál. Igen, mindenkinek az Újpest jut róla eszembe, de... Na jó, hát most nem is olyan régen beszélgettünk itt. Igen, hát tervekről beszélgettünk. És akkor még ugye arra így van, és akkor volt szó, hogy még egy szezont lehúzol. Igen, a mert egy éve szerződésem volt, és ugye pont a bajnoki... utolsó bajnoki után beszélgettünk egy-két nappal, aztán egy-két nappal utána hívott a sportigazgató, hogy szerződést kellene bontani, mert a tulajdonos úr mindenképpen szerződést akar bontani. A beszélgetés miatt? Egyáltalán nem a beszélgetés miatt. Akkor menj nyugodtan, jól van. Oké, biztos nehogy, mert itt miatt csapat nélkül maradja. Nem, a beszélgetés jól miatt. Mondta, hogy szakmailag nem tud beleszólni, se szubjektíven, se objektíven, mert ő mindenképpen meg szeretne tartani, mint a sportigazgató, a vezetőedző is és a kapusedző is. Objektívan se lehetett beleszólni, azt mondták, mert a tabellát nézve, nekem is utána mutatták meg, hogy tavasszal legkevesebb gólt kaptuk a Szegeddel. Miért te nem nézed a tabellát? Mikor? Hát a tavaszi tabellát azt külön nem néztem, és azon tényleg 17 mérkőzésen 13. Nem írod, hogy hány gólt kaptam? Nem írom, hogy nem vezetek ilyen statisztikát. Aki rúgja a gólt, az vezet. Fogadjuk, régen vezettél. Nem vezettem, mert... Soha? Nem. Én a fiataloknak szoktam mondani, hogy én több gólt kaptam NB1-ben, mint NB2-ben rúgtál. Úgyhogy... Na, végül is szakmai oka nem volt, és nem derült ki, hogy miért bontottunk végül is szerződést. Bocsáss meg, akkor minek vezetőedző, minek sportigazgató, hogyha ők tekik nincs szavuk? Hát ezt talán a tulajdonos úrtól kellene megkérdezni. Ugye ez volt június elején, és egész eddig mondták, hogy várjak még, ne bontsunk szerződést, próbálnak a tulajdonos úrra beszélni. Aztán itt június végére végül is hajthatatlan volt a tulajdonos úr, és akkor leültünk, megbeszéltük a bontásnak a miértjeit, vagy a, nem is a miértjeit, hanem a feltételeit, és akkor bontottunk szerződést. Annak semmi értelme, hogy én úgy maradjak ott, hogy a tulajdonos úr nem nagyon szeretne ott engem látni. Uh-huh. És soha semmiféle konfliktusod nem volt ezzel az úriemberrel? Nekem. Aki ismer, azt tudja, hogy én nem vagyok egy nagy konfliktusos ember. Bár ez jött le szerintem Újpestről is, hogy nekem konfliktusom volt a tulajdonosa. Nekik volt velem konfliktusuk, de nem tudom, hogy miért. Nem jött le, nem tudom, hogy miért volt ez. Ugye ő adja a pénzt, ezt a sportigazgató úr is elmondta. Mindaddig, míg
elmondásokban azt hallani, hogy majdnem mindenhol így működik, hogy tulajdonos, mert én adom a pénzt, tehát innentől kezdve az, amit én mondok, akkor minek a proliszenz? Nem tudom, akkor miért van egy csapatnál sportigazgató egyáltalán, vagy miért van vezetőedző, ha a tulajdonosok így, ezt csinálják? Mert proliszenznek miért kell lenni, amikor a tulajdonosnak nincs, és úgyis ő fogja összeállítani csapatot. Tehát... De aztán tényleg nem derült fény arra, hogy ez miért volt. Nem kaptam rá magyarázatot. A tulajdonostól mindig az jött, hogy nem. Az edző fele is, és a... Hiába, tényleg ez most meg kell köszönnöm mind a Varga Attilának, mind a Bíró Imrének, a kapus edzőnek, mert ők tényleg a végsőkig kiálltak mellettem, és érveltek minden szakmai dologgal. Nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, és hogy ez miért van. Elbúcsúztunk egymástól, sok sikert kívántunk, és akkor új élet indul. Van már új csapat? Jelenleg nincs még új csapat, ahogy megjelent a hír, sok hívásom volt, de olyanok is hívtak, akik már mint kapusedzőként szeretnének a csapatukba tudni, vagy az utánpótlásba tudni, úgyhogy most azért egy kicsit pihenek, így átgondolom, hogy én is mit akarok, mert még egyszer így nem akarok klubot váltani, nem akarom így folytatni, hogy nem tudom, hogy mi van a háttérben. Én nyugodtan akarok dolgozni, tényleg szakmailag oda akarom magam tenni, és ez ha lehet, hogy kapusedzőként, vagy egy utánpótlás központban kapusedzőként, akkor lehet, hogy ez van, vagy ez lesz, de egy pozitívum van az egészben, hogy azzal kerestek engem meg ezek az emberek, hogy ők tudják, hogy még a kapusedző pályám elején leszek, viszont nekik nem jó szakemberre, hanem jó emberre van szükségük, akik nem böki őket hátba, és fejlődni meg fogok tudni ott, ahova megyek. Mindig van egy első lépés. Mindenkinél van egy első lépés. Így van, és azért ezt át kell gondolni, mert 25 évesen még azt mondták, hogy fiatal vagyok, kapuba 38 évesen már öreg vagyok, kapuba 39 évesen még fiatal vagyok kapusedzőnek, úgyhogy azért ezt átgondolom, meg azt is átgondolom, hogy kivel és hogyan fogunk dolgozni. Ha jól tudom, azért van egy-két telefonszám, ami azért... akár még lehet belőle csapat is, ugye? Így csak van. Gondolkodsz rajta, de van ilyen. Van, persze, van ilyen. Én úgy akarom idézőjebb befejezni a pályafutásomat, hogy legyen benne egy átmenet. Eddig is volt, amikor foglalkoztam kapusokkal a profi pályafutásom mellett, de most ezt lehet, hogy egyensúlyba kell helyezni, és olyan csapatba menni, ahol tényleg engedik, hogy dolgozzak is, mondjuk egy utánpótlás szinten, és szépen lassan akkor egy-két év múlva kivezetem magam abból a profi labdarúgásnak nevezett sportból. Elmennél NB3-ba is védeni egyébként? Gondolkodtam rajta, lehet, hogy az is jó megoldás lenne, mert mondom, ez az átmenetet az biztosítaná nekem. Mert onnan már lehetne átmenetet csinálni. De én bízom benne, hogy még NB2-be is el tudok menni. NB1 már nem hiszem, mert azért ahhoz már azért be kell látni, hogy idős vagyok, meg azért a lapok is le vannak osztva, de már én úgy veszem észre, hogy NB2-be is le vannak osztva, mind menedzser szinten, mind tulajdonosi szinten. Nekem nincs olyan ember, aki idézőjelben tolja ezt a szekeret. Megpróbálom magam intézni az ügyeimet, úgyhogy én remélem, hogy azért még kellek valahova. Ha nem, akkor is, mondom, át kell gondolnom ezt az egészet, hogyan tovább. Újpest utánpótlás valamelyik Újpesttől? A megkeresés nem történt, de történt olyan helyről tapogatózás, aminek az Újpest szurkolók nem biztos, hogy örülnének, ha én abban az utánpótlásban lennék, de még egyszer mondom, ez az én életem, én fogom ezt elmenteni. Igen, mert ugye ott most ugye új szakmaigazgató lett. Nem tudom, kire gondolsz, de... Aki az utánpótlással foglalkozik. Így van. Na jó, így van. Ne öntsük a tűzre, ugye? Nem mondjuk ki. Na. Szóval akkor most pihi, nyaralás, családdal és semmi futball? Hát azért... világbajnokságban. Jó, de most mit edzésre gondoltam? Edzés az nincs, hát magam
magam, próbálom magam szinten tartani. Na, hogy lemész a konditerembe, és futsz a futógépen, vagy? Hát én nem futógépen, hanem kimegyek inkább, vagy Hajógyári szigetre, vagy a Margit szigetre. Mm. Van egy programom, ami kizárólag kapusoknak van, futóedzés, meg erőléti edzés, azt csinálom. Egy kicsit most pihenek, mert ugye múlt csütörtökön, meg pénteken még edzettem, ugye sokat azért nem hagytam ki. Úgyhogy azért karba tartom magam. De jobban figyelek a családra is, persze, természetesen. De bármikor megcsin a telefon, akkor gondolom mennél. Tehát éppen ezért nem is mész el most már külföldre egy hétre, két hétre, mert nehogy az legyen, hogy... Így van. Hát van, amit te mondtál, hogy van érdeklődő MB3-ból is. Ővelük is fogok még egyeztetni. Mert ha igen, akkor gyorsan be kell állni, mert végül is... Igen. Hamarosan kezdjük a bajnokságot. Így van. Úgyhogy én kész vagyok arra, hogyha bárhol szükség van rám, és ha le tudjuk tényleg egyeztetni azokat a dolgokat, ami nekem fontos, meg annak a klubnak fontos, akkor én kész vagyok arra, hogy még egy-két évet védjek. Nézted az Újpest, kivel játszik kupa mérkőzést? Igen, ugye egy azerbajdzsáni csapattal van az első forduló. Én szerintem ott tovább mennek, aztán utána. Nem tudom, mennyire volt óvatos a Újpest vezetőedzőnek a szava, mert azt mondta, hogy tele vannak pénzzel és játékosokkal, olyan jó játékosokkal. Hát, ami igaz is, mert ugye nagyon ugye volt orosz tagállamok, mindenki ugye tele van pénzzel, és Brazíliából meg különböző helyekről hoznak jó képességű, de még nevük nincs labdarúgókat. Ez mennyire... Van igen, ezek ugye sötét lovak, hát azt most meg kell nézni, hogy itt tehát van. Ezért nehéz ellen. Nehéz, mert ugye Azerbajdzsán, Kazasztán egyre több pénz van, egyre nevesebb futballistákat igazolnak. Vagy, azért vagy már... ha nincs is nevük még, de jó képesek tudnak elhozni. Így van, ez a kazasztáni csapat elmúlt évben, vagy talán két évvel ezelőtt azért Bajnokok Ligája csoportkörbe jutott, úgyhogy nagyon nagy fejlődésen mennek keresztül ezek a csapatok, és azért fekete ló, mert nincs ugye Európában, ha azt nézzük, nincs itt szem előtt ezek a csapatok, biztos nehéz róluk információkat is szerezni, úgyhogy ezért sötét ló az Újpestnek szerintem. De azt mondod, hogy? Én úgy érzem, hogy tovább, én nem tudom a csapat erősségét, de én úgy érzem, tovább lehet menni, tehát a következő körben ugye már mindenki tudja, hogy ki várna az Újpestre, ott az biztos, végállomás lenne, de nagyon jó lenne az, hogy egy ilyen európai hírű csapattal, aki az utolsó négy évben háromszor nyerte meg az Európa Ligát, tudna játszani egy teltházas jó hangulatú mérkőzés. Beszéltem játékosokkal, pont ez a motivációjuk. Tehát ezért fognak, hát fognak körömmel küzdeni, hogy ez a mérkőzés összejön, mert pont emiatt. Így van. Mert ez nem akármilyen és lehetőség utána nekik. Visszavágó Spanyolországba, Sevilla stadionjába. Tehát nem ez olyan, élmény lenne nekik, tehát ők most itt most nem kell nekik pénz, meg egyéb motiváció, tehát most maga ez a párharc. Ez a legnagyobb motiváció, én is beszéltem egy pár emberrel, hogy a Sevillába. Akkor neki is azt mondták, hogy nekem, akkor jó, hát így akkor van. Tudsz mindent. Így van. De mondom, sötét ló ez az azerbajdzsáni csapat nagyon. Tehát azért óvatosabb, főleg tele brazilokkal, portugálokkal, úgyhogy nem lesz az egyszerű mérkőzés. Uh-huh. Újpestben nem te fogsz bevédeni. Hát biztos nem fogom, mert Újpest 100%-ig nem fogom. Kivéd. Marad minden a régi felállás szerint, gondolom. Hú, hát ezt nem tudom, a kapusokat, a Banai Dávid, hát beszéltem, valószínűleg marad minden ugyanúgy. Azért mondom, tehát nincs változás. Nincs kapusposzton, nincs változás. Tehát marad meg minden. Ahogy olvasom, semmi poszton nincs változás Újpesten. Hát most kipróbáltak 3 vagy 4 játékost, de csak a régiek lőtték a gólokat, úgyhogy... Igen, én is úgy tudom, hogy minőségi igazolás egyelőre nincs Újpesten. De sehol nincs. Hát azért most nézegetem. Most a Fradinál, most, meg a videót, most magyarokat igazolunk le. Most ugye őket most úgy kell nézni, hogy ők a nemzetközi kupába vagy csoportkörbe kellene nekik jutniuk. Szerintem a videóton azért igazolt fiatalokat, mert szépen lassan be fogja őket építeni. Jó, de most... Igen. Akkor most megint azt fogják mondani, jó, kiestünk, de azért, mert most már készül majd a rákövetkező évre. Csak ez már kicsit unalmas, nem ez? Szerintem a Vidinél nem ez van. Meg a Fradinál is azt nézem most, hogy a Lanzafámét leigazolták, igazolták ugye az izlandi csatárt, azért próbálnak erősíteni, és jó, amit beszéltünk, hogy hosszú távon... Na de most ez a többiekhez képest, ami játékosok vannak, ez minőségi igazolás? Hát szerintem a Lanzafám, a Fradiba minőségi. Na de most ne a magyar szintet nézzük most, hanem a többi kupa szereplő csapatot nézzük. Azokhoz képest
Most ugye a kupáról kell most beszélni, nem a... Igen, a nemzetközi tehát kupáról kell beszélni. Tehát az képest ez nem sok. Hát nem sok, de meglátjuk majd. Hát a videóton tavaly is ugye az utolsó körbe vérzette, nem jutott oda a csoportkörbe. Elvérzett. Igen, és ennyi. Nekik is az a célkitűzésük, hogy hiába BL-be indulnak, az Európa csoportkört próbálják meg célozni, mert a BL csoportkörbe szerintem lehetetlen oda kerülni. Meg ezt mondom, azt beszéltük már régen is, hogy a sorsolástól függ. Most a Ferencváros megint belehúzott ugye az izraeli Maccabi Tel Avivba, ami nem lesz neki egyszerű. Na most azért, de hát akkor most ilyen igazolások kellene egy Tel Avivba. Tehát érted, amit mondok? Értem, amit mondok, hogy te úgy gondolod, hogy még... Nagyon jó, a magyar ellen. Oké. Okay. Na de most nem, megint... Igen. Tehát ez a gond, és erre mindenki rábult, de jó, az igazolás erős. Mihez képest? Hát mihez képest, de azért mondom, meg kell nézni az első fordulót, azt meglátjuk, jó, hogy mi. Csak ugye akkor már nem mondjuk azt, hogy Tel Avivba az egy erős csapat. Az nagyon erős csapat. Na de hát, mondom még egyszer, ahhoz miért ahhoz még kellene igazolni? Ahhoz miért nézzük már az igazolásokat? Igen, ahhoz képest meg még kevés. Na akkor megint az lesz, ami eddig volt, ugye a német edzőnél, hogy első kör, vagy másik kör, kanyar, és kész. Igen. Hát meglátjuk, kíváncsi vagyok. Na mindegy. VB. Uh-huh. 11-es párbaj. Uh-huh. Hogy tetszett? Tetszett nagyon, tetszett a kapusoknak, azt tetszett. Melyik kapus volt neked szimpatikusabb, Dán vagy a horvát kapus? Nekem most Schmeichel sokkal szimpatikusabb volt. De egy kicsit magamutatósabb. Kicsit arrogáns, de ez kell is szerintem oda. Ennyire? Igen, szerintem kicsit elvitte a sót, de nekem azt tetszett a kapusokban mind a kettőben, hogy ugye összesen fogtak 6-11-est a párbajban, meg egy 5-5, meg egyet a meccsen, ugye Schmeichel, és rettenetesen higgadtak voltak. Minden sokkal idegesek voltak a játékosok, a 11-es rúgásoknál lehetett látni. Ezért lehet mondani azt, hogy előtte ugye az orosz-spanyol meccsen is például az Akinfejev olyan lövést fogott meg, ami középre ment. Ez azt jelenti, hogy higgadtan végig kivárnak a kapusok. Tehát például a Subačić is, a horvátok kapusa is nagyon higgadt volt végig. És nekem mondom, ez tetszett, hogy középre tartó lövést megfogott, nem indult el előbb, higgadt volt, és látszott, hogy a játékosok sokkal idegesek. Hát a horvátnak, aki ugye kiadta hosszabbítás 11-es, azért, ami ugye most belőtte a büntetőknél, de ott nem sok kellett, mert ő is középre lőtte, és nem sok kellett volna, igen, hogy lábbal szerintem elérje. Ez most tendencia, ugye régen én is néztem statisztikát, hogy a jobb lábas jobbra vagy balra lövi, tényleg voltak ilyen, de most szerintem statisztika is azt mutatja, hogy a 11-esek nagy részét középre lövik. Igen. Ha most, ha én kapus lennék, nyugodt lennék 11-esnél. Nyugodt, mert vesztenivalód nincsen. Erről van szó. Semmi vesztenivalód nincsen 11-esnél. És ugye én hallottam kritikát, hogy a kapus miért lép ki előre, miért nem fújják le, ugye, mert van egy olyan szabály, hogy csak vonalon mozoghat keresztbe. Azért ennyit engedjünk meg egy kapusnak, hogy 30 vagy 40 centit kilépjen előre. Mert nem többet lépnek ki. Nem tehát. Többet, nem métereket tehát lépnek így van, ki. Így van, tehát ha egy játékos megtorpanhat háromszor, ami közben nekifut, akkor egy kapusnak engedjünk már meg ennyit, hogy 30 centit vagy 40 centit kilépjen. Ez kinek nem tetszik? A bíróknak vagy a... Hát ugye a bírók nem fújták le, de így belekötnek. Mi ez játékosok is, meg nézők is, hogy nagyobb szöget takar így a kapus, ha kilép, meg az a szabály, de hát mondom, az is szabály, hogy nem torpanhatsz meg, és mennyien úgy rúgják a 11-es, hogy nekifutnak, meg torpannak. Hát meg... vagy most már úgy csinálják, hogy láthattad a pont a horvát, hogy nem, de lelassít, mint hogyha... Lelassít, és arra... De nem áll meg, tehát arra azért vigyázott nagy, és utána megint abból gyorsított föl, és úgy... És ezért tetszik a kapusok higgadsága, mert nem mennek el egy fél ütemmel, hanem pont abban az ütemben mennek el. Egyért. De még egyszer mondom, ezen a kapus csak nyerhet. Így van. Mert ha olyan erővel rúgja olyan helyre, akkor fizikai képtelenség meg fogni. Így van. Viszont ez szerintem pszichikai párharc. Ennyi. Is, hogy nem meri fölfele rúgni, nehogy fölé rúgja, igen. Nem meri szélesen rúgni, nehogy mellé rúgja, ezért próbálgatják bepasszolni középre, de hát a kapusok meg úgy nézem, hogy higgadtak. Ennyi, hát neki tényleg, tehát az a kapus, amelyik egy 11-esnél ideges, az ne álljon többet kapuba, én azt mondom. Így van. És egy ilyen VB mérkőd, mondom, nekem ezt tetszik a legjobban, hogy rengeteg higgadt kapus látok a VB-n. Te is ilyen voltál? Vagy? Én sokkal ilyen valahogy feltüzeltebb állapotban voltam, de ez pozitív dolog, hogy ők ilyen higgadtak tudnak lenni. De miért nem tudtál higgadta lenni? Nem tudom, én is sok tizit fogtam. Volt olyan szezon, hogy 4-5-11-est is meg tudtam fogni bajnokság közben. Egy meccsen kellene hármat megfognod, ne haragudjál, itt a példa most már. Én arra büszke vagyok, hogy
hogy ha kieséses rendszerben játszottunk kupával az Újpestben, és én védtem, akkor 11 év alatt soha nem estünk ki. Uh-huh. Mind kis csapat, mind nagy csapat ellen. Úgy nyertünk kupadöntőt is, szuperkupadöntőt is, 11-esekkel, meg előtte is. De te kivártál, te is? Vagy te... Hát valamikor kivártam, valamikor tudtam, hogy ez az ember általában 90%-ban jobbra lövi a labdát, vagy balra lövi a labdát. Azért nekem volt egy ilyen statisztikám így a magyar játékhoz. És ez tényleg így volt, és ezt bemagoltátok? Hát nem bemagoltam, én tudtam, hogy az XY az utolsó egyébe 3-11-es rúgott, és mindet jobbra rúgta. De volt olyan is, hogy lenyilatkoztam, hogy tudom, hogy hova rúgja, és ez megint egy ilyen pszichikai hadviselés, uh-huh. és szerintem ő is olvasta ezt, és megfordította, én meg a másik irányba mentem. Úgyhogy... Ez most volt nem is olyan rége, 1-2 éve? Így van. Emlékszem is erre így van. Történetre. Igen. Úgyhogy, de itt azért mondom nehéz, mert ha 11-es párbaj van, akkor azok is rúgnak 11-est, akik mérkőzés közben nem rúgnak 11-est. Igen. Így a kapus nem tudhatja, hogy melyik irányba, meg hogyan, uh-huh. ezért próbálnak minél tovább kivárni a kapusok. Akkor tetszett. Tetszett nagyon, igen. Most mi lesz, büntető fognak most már mindig dönteni? Elég sok volt most, hát, így hirtelen elsőnek kifutásra. Elég sok, ugye kieséses meccsen büntetődön. Annyira egyformák a csapatok, hogy szerintem most ugye nagy favoritok közül már 3-4 repült haza. Ugye most hallottam, hogy a brazilok tovább jutottak, de nagyon sok egyforma csapat van, és azok a csapatok, akik középcsapatoknak lehetett nevezni, a horvátok, vagy most már a belgákat is régen, azok az élcsapatoknak nevezhetjük már őket, hogy az élcsapatok mögött vannak, és bőven erőre léptek tornásélyesnek is. Akkor, amikor a 48 csapatos lesz a világbajnokság hamarosan, akkor nem lesz az, hogy túl híg lesz a mezőny? Nem kell attól tartani? Akkor ezek szerint, mert mindenki most már tulajdonképpen partiba van a másikkal? Hát azért még láthatjuk, hogy van lemaradás most mondjuk az ausztrálok, vagy Szaúd-Arábia, vagy nekem pozitív volt most ez az Irán, aki végig szoros meccseket játszott, és ő is már jön a világon. Hát azért a 48-as sok. Csak szerintem... az a baj, hogy a legtöbb csapat Ázsia vagy Afrikából fog majd ebből 48-asba bekerülni, Európából hárommal több csapat. Tehát igen. Bennünket olyan nagyon nem érint. Ez bennünket nem fog nagyon érinteni, de ez szerintem 48-as sok. Én hagynám ezt a létszámot. Ugye egy vagy két mérkőzés volt, ami nagy gólkülönbségű volt, de a többi meccs az azért elég szoros volt a csoportban is. Mit szólsz a új szövetségi kapitányunkhoz, a Honvéd egykori sikeredzőjéhez? Én nem tudom, hogy hát ugye majd eldől az eredmények alapján, hogy jó választás volt, vagy nem. Annyiba tényleg talán azért tűnik egy kicsit jobb választásnak, mert ismeri ezt a közeget, dolgozott benne nem is egy évet, hanem több évet. Talán tudja, hogy milyen ez a közeg Magyarországon. Egy szenvedélyes emberről van szó, ugye? És hát kíváncsi vagyok a válogatási elvein, hogy neki is idézőjelben sugnak-e, vagy őt hagyják dolgozni. Ha hagyják dolgozni, szerintem, nem is szerintem, de talán azt mondanám, hogy remélem, hogy jobb eredmény fog elérni, ennél már csak jobb lehet. Azt mondják, hogy hagyják most egyelőre dolgozni, mert olyan mélyen van a magyar labdarúgás, uh-huh. hogy most nincs értelme uh-huh. beleszólni, hiszen uh-huh. úgysem lehet senkit eladni. Uh-huh. Mint ahogy Egerváron is jó sokáig uh-huh. hagyták dolgozni, uh-huh. aztán később uh-huh. már súgtak. Uh-huh. Valószínű, hogy itt is ez lesz, hogy egy-két évig mi megerősítjük a magyar labdarúgó válogatott, addig egy az egybe ő lesz az úr, az lesz, amit az olasz. Én is remélem, hogy olyan koncepcióval jön ő, hogy nem egy fél év múlva eltávolítják, hanem... Na most, most hagyják dolgozni, meg kell az eredmény, tehát most nincs mit eladni. Hát azért valami koncepció által kellene dolgozni, amit remélem ők fog képviselni, mert azért az először szövetségi kapitánya nem hiszem, hogy lehetett látni valami koncepciót. Egy biztos, hogy neki nagyon nem lehet súgni, mert ő abból hát botrányt csinál a finomon fogalmazva. Így van, ő egy temperamentumos igen. ember, én szerintem egy jó választás volt. Nem vett lement el a bajnoki aranyérem után a Honvédtól sem, azt mondják. Igen, egy újabb kihívásra vágyott, és azért régen nem látott magasságokba hozta ezt a Dunaszerdahelyt. Igen. 25 éve nem voltak ki nemzetközi porondon, most kijuttatta őket.
Jó helyre vitte őket. Igen, én jó edzőnek tartom, úgyhogy remélem, hogy szeptembertől magyar válogatott is, és úgy fogja irányítani, hogy eredményes lesz. Zárásként. Ugye azt szokták mondani mostanában a speakerek is, hogy ide hozhatnak bárkit edzőnek, úgysem leszünk jobbak. Akkor most az edzőtől, vagy a játékosoktól függ, hogy milyen lesz a magyar labdarúgó válogatott eredményessége? Edzőktől, játékosoktól és vezetőktől. Ügyes, jó, oké. Hát akkor neked nem marad más hátra, mint hogy a telefonodat vissza bekapcsold, és akkor várd a hívásokat, mert hát ha valamelyik NB2-es, NB3-as csapat még benned látja a perspektívát. Én bízom benne. Köszönöm szépen, hogy voltál. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.